Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV-ajka híradóját látják augusztus 29-én, pénteken. Nézzük legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Esélyt a munkára. Munkaerőhiány van ajkán és térségében. Tanévkezdés. Hétfőtől becsengetnek az iskolákban. Bezár a strand és az úszoda is. Cégvezetőket, civil szervezetek vezetőit várták szerdán a városházára, ahol az esélyt a munkára pályázat záró rendezvényére került sor, és az elmúlt év tapasztalatait beszélték meg. A cégvezetők a pályázat lebonyolítása során már jelezték, hogy több területen is munkaerő hiányjal küzdködnek. A Városházán megtartott projektzáró rendezvénynek is az egyik célja az volt, hogy megbeszéljék ennek okait és megoldást keressenek rá. A cégvezetők mellett szakértők is jelen voltak, akik segítségével a térség munkaerőpiacát is könnyebben áttekintették, illetve a szociális lakhatásra is kidolgoztak egy javaslatot, amit többek közt a kormány felé továbbítanak. Pályakép Kft. pedig a Csongrádi munkaerőhelyzetet mutatta be, és az ott lévő fe, ö, többlet munkaerő ö, átirányításának kérdésével ö, is foglalkozik. Csongrád megyében, mint ahogy a szervezet bemutatta, munkaerő felesleg van. A cégek nem tudják felszívni ezeket. Ezért felmerült, hogy ha megoldható lenne a munkavállalók lakhatása, illetve a városba eljönnének dolgozni, akkor ez is megoldás lehetne az ajkai térség munkaerő hiányára. A rendezvény végén a közmunkaprogram változtatását is megfogalmazták. A javaslat szerint a tízezer fő feletti városokban csak azok vegyenek részt a közfoglalkoztatásban, akiket a cégek nem tudnak alkalmazni. Megfogalmazódott az is, hogy egy álláson belül a településeken lévő közmunkások átmehessenek másik településre dolgozni. Ennek a célja, hogy bizonyos munkaköröket át lehessen irányítani más településekre is, ahol ebből munkaerőhiány van. Felvetődött az a kérdés is, hogy érdemes lenne Ajkán felmérni a bérlakások helyzetét, illetve a lakhatási igényeket. A Fürst Sándor utcai járdán gurult az önkormányzat sörös hordója augusztus 28-án. A lakók nevében Pat Ferenc vette át a beruházást, akit Schwarz Béla polgármester a Városfejlesztési Bizottság szakértőjeként mutatott be, és munkájára a jövőben is számítani fog. Ebben a körzetben kevés városi szintű beruházás valósult meg. Most azonban lehetőségünk lesz arra, hogy a régi szénosztályozó épületét ifjúsági bázissá alakítsuk át, ami nem csak ennek a városrésznek, hanem az egész városnak jellemző építkezése lesz. Ennek megvalósítását a fiatalok identitása szempontjából nagyon fontosnak tartjuk. Az ő igényeket kívánjuk kielégíteni, mondta Schwarz Béla. Pat Ferenc úgy fogalmazott, a városban lévő közterek, utak, járdák felújítása mindenkinek az érdekét szolgálja, és a lakosok életminőségének javítását célozza. Bízik abban, hogy a jövőben nem csak a választókerület lakójaként, hanem önkormányzati képviselőként dolgozhat az itt élők biztonságosabb közlekedéséért és a piac körüli állapotok normalizálásáért. Nem a fecskék gyülekezése a tanévkezdés első jele, hanem tankönyvekkel a kezükben ballagó szomorú fiatalok tömege. Így van ez a héten is, hiszen már csak néhány nap és becsengetnek. Nem mindenki szomorú, hogy hétfőtől elkezdődik az iskola. Az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Iskola második osztályosa Szejler Anna például örül, hogy megint iskolapadban ülhet hétfőtől. Mennyire várod az iskolát? Nagyon, nagyon várom. És miért várod? Hát azért, mert szerettem az iskolát. Anna, amikor a tankönyvekkel együtt hazaérkezett, egyből meg is nézte, hogy miből fognak tanulni az idei tanévben. A tankönyveket névre szólóan kapták meg a diákok, van, aki rászorultság alapján ingyenesen. A csomagokban, mint híradónk megtudta, csak pár könyvet, illetve munkafüzetet kellett kicserélni az ajkarendeki iskolában. A könyvek közt már megjelentek a többször is felhasználható tankönyvek, igaz, az egy éves is már eléggé saláta állapotban volt az egyik általunk felfedezett csomagban. A családok számára is megterhelő a beiskolázás. Az első osztályba igyekező dorka szüleinek például 60-70 ezer forintot jelentett a családi költségvetésben a beiskolázás. Hát minden hónapban azért próbáltunk valamit vásárolgatni, már hónapok óta, hogy ne egyszerre legyen akkor a kiadás. nyom 60-70 ezer forintot költöttünk körülbelül mindenre. Dorka apukája elmondta, hogy az ajkarendeki iskola választásában fontos szerepet kapott a nyelvtanítás, illetve az is, hogy itt laknak ajkarendeken. Egyszer az, hogy a német nyelv, ugye itt minden nap van az iskolában, németet minden nap tanulnak, és meg az, hogy ugye rendekiek vagyunk, egyszerűbb a bejárás a gyereknek az iskolába. Az Ajkarendeki iskola vasárnap délután 5 órától tartja tanévnyitó ünnepségét, ahol névadásra is sor kerül. Az iskola Lasober Mária német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola néven fog tovább működni. Idén 55 ezer gyerek nyaralt az Erzsébet táborokban. A nemzetközi szinten elismert Erzsébet táborosztatás, amelynek keretében az idén már 55 ezer gyermek nyaralhatott, remek konstrukció, hiszen jelen van benne a társadalmi szolidaritás, az önkéntesség és a tehetséggondozás is, mondta Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára Balatonberényben. A pénteken véget érő Erzsébet táborokat az olimpiai bajnok párbajtörvívó nagy tíme által vezetett edzés közben értékelte az államtitkár a Balatonberényi táborban. Kiemelte, hogy a határokon belülről és túlról az idén már mintegy ezer fogyatékkal élő gyermek is részt vehetett a közös nyaralásokon. Az önkéntesség jegyében neves sportolók és művészek szakmai irányításával foglalkoztak a gyerekek. A tavaly elkezdett Talentum Programban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiataloknak tematikus táborokban adtak lehetőséget a szakmai fejlődésre, tehetségük kibontakoztatására. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kiírt pályázatoknak köszönhetően 2012-ben 14 ezer, tavaly mintegy 50 ezer, az idén pedig csak nem 55 ezer javarészt hátrányos helyzetű gyermek nyaralhatott a Balatonberényi, az Ánkai és a Fonyód-Ligeti Erzsébet táborokban 11 héten keresztül. Majtényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitkára arról is beszámolt, hogy a határon túlról érkező gyermekeknek is egyre több lehetőséget biztosítanak a kiírt pályázatokkal. Nyári táborok nyíltak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában lévő gyermekeknek, és megnyílt egy Erzsébet tábor a magyar nemzetiségű, hátrányos helyzetű Kárpát-medencei gyermekeknek a Madarasi Hargitán Ivóban is. Az már megszokott, hogy az iskola kezdés a strand szezon végét is jelenti. Az idejében ez annyiban más, hogy augusztus 31-én az uszoda is bezár. A strandot az időszaknak megfelelően a nyár vége miatt zárják be, egy sikeres pályázatnak köszönhetően megkezdődik viszont az uszoda felújítása is. Ahhoz, hogy át tudjuk adni a munkaterületet, be kell zárnunk, ki kell pakolni a létesítményből, és át tudjuk a munkaterületet a kivitelezőnek. A kemping tovább üzemel a megszokott ütemben, és a pünkösdi időszakban a strandnyitás is megtörténik. Ami változás lesz, hogy a strandvendégek nem tudják használni az uszoda öltözőjét. Tulajdonképpen most fordított kerítés lesz, mert eddig télen volt elkerítve a strand az uszodától, hogy az uszoda látogatói ne tudjanak bemenni a strand területére. Most meg az építési terület lesz elkerítve a strandtól. Egy évet tervezünk, ez azt jelenti, hogy idén szeptember elsőjétől bezárnánk, és jövő szeptember elsőjével megnyitnánk a már felújított, teljesen komplett kész uszodát a nagyközönség előtt. Nem érinti ez a fejlesztés, vagy ez a beruházás a strandszezont, hiszen jövő évben ugyanúgy, mint a korábbi években a megszokás szerint, pünköst környékén a strandot kinyitnánk, Kihangsúlyozta, hogy ez még annyi plusz kényelmetlenséget jelent a vendégeknek, hogy az értékeiket nem tudják elzárni az öltözőben, de mindent megtesz a strand biztonsága érdekében, a strandon több helyen is helyeztek el biztonsági kamerákat. Kérdeztük a cégvezetőt az ott dolgozók sorsáról is, hiszen ez az egy év nem kis idő olyan szempontból érinti a dolgozókat, hogy azokat a munkákat nem tudják ők végezni, amit naponta ők elvégeztek, de olyan megállapodás született a polgármester úrral, hogy a dolgozóinkat természetesen nem kívánjuk elküldeni, tehát senki nem kerül az utcára, mindenkinek megmarad a munkahelye. A strandnak és az uszodának van több villanyszerelője, ők a szerelvényezési feladatokat fogják majd elvégezni. A vízvezeték szerelők pedig természetesen a vizes szerelvények felszerelését végzik majd el. Nem feledkeznek meg a hölgy dolgozókról sem. Minden olyan munkát, melyet a dolgozóink el tudnak végezni, ők fognak megkapni. A dolgozók ezekről értekezleten tájékoztatva lettek, mindenki úgy nyilatkozott, hogy a munkahelyük megtartása érdekében természetesen minden munkát elvállalnak. Természetesen emellett a munka mellett a szokásos strandi medencék téliesítése és felügyelete is marad a Kristályfürdő Kft. dolgozóinál. Rendkívüli testületi ülést tartott ma délelőtt Ajkaváros önkormányzata. A napi rendek között szerepel többek között a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása is. A testület döntött változtatási tilalom elrendeléséről a város több területén, illetve tárgyalták a Padrakúti Városrész Központ kialakítás szabályozását is. A képviselők módosították a város idei költségvetését, illetve elbírálták az Ajka használatáról szóló kérelmek elbírálását is. Az önkormányzat módosította a szociális feladat ellátási szerződését a Molnár Gábor Műhely Alapítványal is, de tárgyalt az Ajkarendeki Iskola és Művelődési Ház intézmény vezetői állására két pályázat elbírálásáról is. Szombaton kerül megrendezésre az első Ajkai Arató ünnepé, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége panellakó civilek pályázat keretében a civilház udvarán. A rendezvény 10 órakor kezdődik. Kedves nézőink, mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket, friss híreinket az ajka.ma honlapon olvashatják. Legközelebb híradóval hétfő este 7 hét órától jelentkezünk. A továbbiakban még időjárás jelentés. Viszontlátásra! A hétvégén nyárias időre általában véve több órás napsütésre van kilátás, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és főként északon északnyugaton egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Délutánonként 25-30 fok várható. Vasárnap este északnyugat felől újabb hidegfront érheti el a térséget, érkezésének időpontja egyelőre még meglehetősen bizonytalan. Hétfőn előreláthatólag többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására és a hőmérséklet is visszaesik.

küldenem feltétlenül lehet fel a kártyapapírt, és hogy itt össze lehessen fogni, kívül díszíteni, és belül megtölteni. Mindenféle különbséggel, amit te szeretsz, de most tudják, hogy és akkor én mindenféle értelmezem.